Ugye sorozatot kezdtünk el olyan címmel, hogy szolgálunk és védünk, azaz hogyan tudunk szolgálni dolgainkkal, és hogyan tudjuk azokat megvédeni és a helyén tartani. Volt szó a kapcsolatainkról, volt szó az időről, és hát ugye mivel az időpénz, ezért most a pénz következik, hogy nem is csak a pénzügyeinkkel, vagy a pénzünkkel, hanem a vagyonunkkal, inkább ezt mondom, tehát mindenünk, amink van. Hogyan tudunk ezzel szolgálni, és hogyan tudjuk ezeket megvédeni. Előjáróban hagyd mondjak nektek annyit, hogy ha megnézitek a világunkat, akkor a világunk az arról szól, hogy ne legyél elégedett. Valami tönkre megy, vegyél egy újat. Hát olcsóbb már majdnem, mint hogy most egy használtat vegyünk, vagy megjavítsunk valamit, vagy hát azon nincs is garancia, ugye? Ez az egyik. Aztán a másik dolog az, hogy fogyasztói társadalom, tehát mindig jön jobb, újabb, szerezd meg. Azt kérdezte tőlem naívan egy fiatal férj, fiatal házas, mondja nekem, hogy te Márk, miért jó az bárkinek, hogyha az emberek nem családban élnek és nem vállalnak gyereket? Mondom, naív vagy, kedvesem? Nem mondom, hogy ki volt ez. Mondom, naív vagy? Na figyelj, ha egy háztartásban éltek, van 3 gyereketek, elég egy mosógép, elég egy vasaló, elég egy mikrohullámú sütő. Onnastól kezdve, hogy szétmentek a feleségeddel, kell 2 mosógép, kell 2 vasaló, mindebből 2. Gazdaságilag a világ számára ez hasznosabb, hogyha szinglik élnek, vagy elválnak az emberek. Mert többet fogyaszt. Mert nem a gyerekeire fogja költeni, meg spórolni, hanem elkölti másra, utazgat, ide megy, oda megy, stb. Nem, mintha ugye hallottuk, hogy gyerekek mellett, meg család mellett is meg lehet ezt tenni, bölcsen és értelmesen. Tehát látjátok, hogy olyan világban élünk, hogy mindenkinek a pénzünkre fáj a foga valamilyen szinten, nem? Ezt megbüntetik, azt büntetik, ezt büntetik, ezért fizetni kell, mindenért fizetni kell, lassan. Nem? Tehát ezzel csak azt akarom nektek mondani, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy mit kezdünk az anyagi javainkkal, mit kezdünk a pénzünkkel. Hogy mondjam el nektek, hogy az Úr Jézus nem volt egy ilyen nagyon elvont fazon. Most sem az. De itt élt a földön, beszélt az embereknek a valóságról. Beszélt a mennyről, és beszélt a pokolról. De mivel látod, hogy az emberek itt élnek a földön a hétköznapjaikban, ezért Isten, ha megnézitek, Jézus többet beszélt nekik a pénzről, meg a pénzhez fűződő helyes viszonyról, mint a mennyről, meg a pokolról. Az is valóság, csak most az emberek ebben élnek. Hogy hogyan tudunk ebből egy kicsit, ebből a mókus kerékből kiszabadulni, és hogyan használjuk jól a pénzünket. Na most, olvassak föl először is nektek 2 részt. Az egyiket a 24. Zsoltárból, az első 2 versét, aztán meg az 50. Zsoltárból, 10-től a 12-es verset. 24. Zsoltár így hangzik. Dávid Zsoltára. Az Úri a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók, mert ő vetette meg az alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ha odalapozok az 50. Zsoltárhoz, és a 10-től 12. részt nézem, akkor pedig ezt mondja Isten. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek madarait, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Tehát nézzétek, minden istené. Ezzel egy alapigazságot már le is fektettem. Minden istené. Ő a teremtője, ő az alkotója, ő a fönntartója, ő a gondviselője mindennek. Tehát akkor van egy érdekes gondolatmenet, amit szeretném, hogy végig gondolnátok. Azt mondja Isten, nézd, kellene neki bármilyen áldozati állatot bemutatni, mert Isten éhes, szomjas a vérre? Vagy mit akar Isten? Minek adakozunk akkor? Hát Istennek kell a pénz. Övé minden. Ő tette bele az aranyat, érted? A hegységekbe különböző érceket ide-oda szórta. Az ember kibányásza, minden aztán meg örüljön neki, hogy találtam valamit. Vagy valami kis aranymorzsalékot a folyóba, és ott egész nap szitálja. Nem? Minek kell Istennek ez az egész? Tehát felteszem a kérdést, egyáltalán kellene Istennek? Bocsi, ha minden az övé, akkor engedélyt kéne kérjen tőlünk, hogy bármit használjon, vagy bármit úgy használjon, ahogy akar?
Értitek, hogy miről beszélek? Tehát minden isteni. Ez egy jó dolog. Ez azt jelenti, hogy ott van Isten kezében ez az egész. Istennek nincs szüksége semmire, ő az, aki adományozta és adta nekünk. Tehát amikor Isten arról beszél, hogy jól gazdálkodjunk a pénzünkkel, és beszél mondjuk az adakozásról, akkor mindenféleképpen az életet akarja munkálni, a vele való kapcsolatot, a szívünket felszabadítani az ilyen terhek alól, és a rossz, eltompult, mondhatom, hogy egy ilyen világias gondolkodás alól. És szeretne segíteni, hogy szabadok legyünk, és teljes legyen az életünk. Fölírtam magamnak, melyik a 4 legritkább elem a Földön. Mivel ezek a legritkábbak, és ezek nagyon hasznosak, főleg elektrotechnikai dolgokhoz, meg egészségügyhez használják, éppen ezért ezeknek az áruk is magas. Tehát például az antimon az egyik legritkább anyag, utána jön a platina, aztán a higany, majd a wolfram. Mivel ezeket, és utána egy csomó más alkáli földfém. Tehát, hogy mit értékel az ember sokszor? Sokra. Azt, amiből kevés van. Miből meg sok van, az egy nem annyira értékes. Magyarországon viszonylag sok a víz. Egészen jó minőségű a víz. Nem nagyon értékeljük. A vécénket lehúzzuk ugyanazzal a vízzel, lemosuk a kocsinkat ugyanazzal a vízzel, amit egyébként meg is ihatnánk. Igaz? Vannak olyan országok, ahol kevés a víz, vagy kevés az iható víz. Ott ihet, tehát hát meg lennek botránkozva, hogyha ezt látnák, hogy ilyenekre használjuk a vizet, érted? Vagy ezt a vizet, mert lehetne más vizet is arra használni. Tehát ami kevés van, azt néha az ember jobban értékeli. A pénzünk az egy múló dolog. Az ide tartozik a földi élethez. Ez egy eszköz. Egy eszköz, ami megmutatja azt, hogy egy kapcsolat nekünk mennyire értékes és drága. Saját történet, bicajozok egyszer haza, még friss házasként, egyetemisták voltunk mind a ketten, nem volt sok pénzünk, és akkor elbicikliztem egy virágbolt mellett. És gondolkoztam magamban, te jó lenne venni egy virágot. Egyből egyik vállamon megjelent a kis angyal, te jó lenne venni virágot a feleségemnek. Máskodon a kisördög, dehogy is, mennyibe kerül szórni a pénzt, minek, mikor nincsen. És akkor elkezdtek egymással beszélni, ugye itt a fülemen keresztül, a légüres térben, nem, szóval reméljük azért, nem? És elkezdtek beszélgetni, és tényleg így vívódtam ezen, és vegyek, ne vegyek. Mondom, hát csak veszek egyet, hát most egy szál virágban nem fogunk belehalni, de ezzel meg kifejezem, hogy szeretem. Tehát értétek, hogy mit akarok mondani? Hogy ez a pénz azért van, hogy a céljainkat elérjük, hogy a kapcsolatainkban megmutassuk, hogy kit mennyire értékelünk, hova helyezünk. Nagyon veszélyes dolog a pénzt tenni az első helyre, és a pénzért csinálni mindent. Ha kedvesem, ha te csak pénzért dolgozol, meg pénzért csinálod az egészet, akkor te valahol majdnem egy prostituált vagy, mert azok is pénzért csinálják mindent. Én nem akarok ilyen prostituált lenni, értitek, aki pénzért csinálja a dolgokat, hanem inkább azt mondom, hogy szeretem, szeretetből teszem, és hogyha mondjuk a munkával pénzt is keresek, meg hát persze, jó, nem minden része kényelmes, de megteszem a családomért, a céljaimért, Isten dolgaiért, a gyülekezetért, hogy legyen miből felépíteni az életemet, és tudjak miből adni másoknak is. Nézzünk meg egy alapelvet, egy másik alapelvet a Bibliánk legelejéből, Mózes első könyve, 8. fejezet, 22-es verséből. Özönvíz után vagyunk, Isten, mikor szövetséget köt a világgal, akkor mond egy ilyen mondatot, 1 Mózes 8, 22. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Milyen igaz, csak a tavasz és az ősz tűnt el, de a nyár és a tél megvan. Tehát, de most visszatérve a poénkodásból, tehát látjátok, hogy azt mondja Isten, amíg a földi élet megvan, amíg ez a föld lesz, ez a korszak adódik, nem szűnik meg a vetés és az aratás. Ez egy alapvető törvény, Istennek a törvénye, hogy ameddig ez fönt áll, addig lesz mit vetni, és lesz mit aratni. Illetve úgy mondom, hogy amit vetsz, azt aratod. Vagy ha vetsz, akkor aratsz. Így is mondhatnám. Hogy kell ezt a mondatot értelmezni?
Háromféleképpen is értelmezhetjük ezt az egészet. Értelmezhetjük mezőgazdasági szempontból, értelmezhetjük pénzügyi szempontból, és értelmezhetjük spirituálisan, azaz szellemi szempontból is. Hadd kérek tőletek egy kis segítséget, valaki keresse ki Mózes második könyve 23-as fejezet 14-től 17-ig terjedő részt. 2 Mózes 23, 14-től 17-ig. Míg más valaki keresse ki a 2 Korintus 9-et, 5-től 11-ig. 2 Korintus 9, 5-től 11-ig terjedő részt. És egy harmadik szemét is kérnék, hogy Galata levél 6. fejezet, 6. verstől a 10. versig terjedő részt. Galata 6, 6-tól 10-ig. Jó? Nézzük meg ezt. Az első az a mezőgazdasági szempont, amit mond Isten, hogy nem szűnik meg a vetés és az aratás. Isten olyan növényeket teremtett, amiknek van magjuk, tudnak szaporodni. Tehát Isten, amikor az egészet megalkotta, nézzétek csak, Isten nem egy generációt alkotott pusztán, hanem Isten egy hosszú távú céllal láncolatokat látva, generációk láncolatát alkotta meg, amikor behelyezte a DNS-t. Ugye a növényekbe, a növényi magba, minden fajtának megfelelőt. Hogy ezek létrehozhassák a következőt, a következőt, a következőt. Szeretném, hogyha egy kicsit megnéznénk ezt a mezőgazdasági részt. 2 Mózes 23, 14-től 17-ig. Valaki kérem, hogy olvassa föl. Ez egy törvény volt. Egy pici részt most kiemelek bele. Ugye azt mondja, hogy a aratás ünnepét tartsd meg, amikor a vetésed első beérett gyümölcsét, kalászát learatod. Tehát látjátok, ez a mezőgazdasági dolgokra vonatkozik, de itt megjelenik 3 főünnep, ugye a húsvét, ugye a pünköst is itt van benne, háladás is benne van, tehát azt mondja, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepe, az első kéve, vagy az első aratásnak az ünnepe, illetve a végén a betakarító hálaadó ünnep. Ez az a 3 főünnep, ahova minden hithű zsidó férfi föl kellett menjen a templomba. És milyen érdekes, mit mondott a Biblia? Hogyan kellett fölmenjen a templomba? Nem üres kézzel. Érdekes dolog, nem? Néha olyan butaságokat mondunk keresztény címszóval. Tehát bátorítjuk az embereket arra, hogy legyenek csórók, maradjanak csórók, és nagyon jó, és Isten örül, hogy csórók. Nem? Tehát néha erre bátorítjuk az embereket. Nem arra, amit Isten mond. Tehát néha emberek elképzelik azt, és majd mindjárt elmondom, bővítem a képet, behoznék ide egy ilyen kis szupermarketes kis kocsit, tudjátok, 4 kerék, tologatom, minden 100-as benne van, és akkor jövök a gyülibe, és akkor, ó, jaj, ebből leveszek egyet, jó, ez nagyon jó, ebből is leveszek egyet, ó, ez is nagyon jó, ebből is veszek egyet, és mindenből is szépen telerakosgatom a kosaramat, és a végén azt mondtam, hogy akkor fizetek, van klubkártyám, mennyi kedvezmény jár, oké, jó, és akkor megyek haza. Jó, megrakott dolgokkal. Nem sokan így képzelik el ezt, hogy hát Istenhez jönni ezt jelenti, hogy nincsen semmim, csóresz vagyok, jövök Uram, jaj, áldj meg, adjál, 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 adjál. Érdekes dolog, a Biblia nem ezt mondja. Mindjárt megnézzük, hogy miért. A Biblia azt mondja, hogy ne gyere üres kézzel Isten elé. Mit jelent? Ha nincs pénzem, nem jöhetek Istenhez? Nem, nem ezt jelenti. Mit jelent, hogyha romokban az életem, nem jöhetek Istenhez? Nem, nem ezt jelenti. Mit jelent az, hogyha betegen jövök? Hát nézzetek rám. Hát nem jöhetek Istenhez? Dehogy nem. Dehogy nem. Jó sikerült a túra. Tehát értitek, mit jelent akkor ez? Azt jelenti, hogy nagyon rossz hozzáállás ez, amikor az ember csak úgy, jaj, nekem semmim nincs, nekem nem is lesz, jaj. Mindig úgy szipogat emberekből, ilyen vámpírkodik, érted, hogy jaj, segíts nekem. Nem biztos, hogy anyagilag, ne értsetek félre, lelkileg is lehet ezt csinálni. Jaj, imádkozz, jaj, segíts nekem, jaj, szerencsétlen vagyok. Aki így gondolkozik magáról, és így éli meg, az is marad. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen azt gondolja, hogy az övé. Akinek meg van, adatik. Hogy van ez? Hát úgy, kedvesem, hogy van, amit oda kell tenni Isten elé. Egy hithű zsidó férfi nem ment üres kézzel. Áldozatot vitt Istennek. Te gonosz ez az Isten, nem? Te szerencsétlen csóresztől vár áldozatot, mindent. Ó, jaj! Nem, nem így gondoltok. Ki a mező minden vadja?
Ki ad meleget, hideget, esőt, hogy beérjenek a termések? Ki adja mindezt? Kitől van az erőnk? Kitől van a bölcsességünk? Kitől vannak a lehetőségeink? Istentől. Tehát akkor Isten adja nekünk az összeset ajándékba. És akkor ez az Isten ebből az ajándékból azt mondja, hogy szeretné megtudni, hogy mi van a szívünkbe, meg hogy milyen a hozzásunk, ezért azt mondja, hogy szeretne valamit visszakérni. Mondok egy egyszerű példát, mezőgazdaságnál tartunk, még csak a mezőgazdaságnál tartunk, nem tértünk át a többi pontra. Van egy mezőgazdaságban munkálkodó ember. Nem parasztot mondok, mert annak sajnos ilyen negatív, ilyen pejoratív értelem van. Nézzétek, van egy farmer. Nem a nadrág, hanem egy férfi, mondjuk. Jó, családjával. Mezőgazdaságból él. Megfogja a földjére, kukoricát ültet. Beérik a kukorica, letörik a csöveket, lemorzsolja minden, és 2 tonna kukoricája lesz. Megfogja ez a fickó, azt mondja, hogy hát a 2 tonnából eladok 1 tonnát, egy csomót fölletetek az állataimmal, és mivel van benne csemege kukorica is, meg ez meg azt mondjuk étkezési célra még hasznosítom. És a 2 tonnából 2 tonnát elad, vagy megeszik, vagy feleteti az állatokkal. Tételezzük, hogy ezt megtette. Akkor mennyi vetőmagja maradt a következő évre? Ó, jaj! Akkor hogy lesz jövőre kukorica? Értitek, hogy miről beszélek? Hogy ez a vetőmagról szól, hogy egy normális parasztember meghagyott vetőmagot. Nem ette meg az egészet, mert tudod, hogyha megeszem az egészet, nem lesz mit elvessek. Tehát Isten ezt mondja, figyelj, neked adom, nekem nem kell, nincs rá szükségem, neked adom. Mégis valamit, a vetőmagot, ami valami fontosnak az alapja, ami fontos dolgot határoz meg, azt viszont kérem, hogy tartsd meg, vagy add vissza annak, vagy helyezd vissza oda, ahova tartozik. Remélem értitek ezt a hasonlatot. Tehát nincs olyan ember, aki ne adhatna valamit Istennek. Sőt, úgy gondolom, hogy minden ember kell adjon valamit Istennek. 2 dolgot minden ember adhat. Egyrészt az életét átadni Istennek, ez az alap. Másik pedig a hálaadás. Ez nem kell sok minden, ez nem kell pénz. Jöhetsz úgy, ahogy vagy. Nem számít a ruha, nem számít a rang, semmi. Így, ahogy vagyok, jöhetek Isten elé. Nézzük meg a pénzügyeinkben a vetés-aratásnak a törvényét, 2 Korintus 9, 5-től 11-ig. Valaki megtenni, hogy felolvassa? Köszönöm szépen. Tágabb részeket akarok olvasni, lássátok, hogy nem kiragadott rész, és nagyon fontos igazságok. Azt mondja, itt a pénzügyekhez kapcsolódva mondja Pál apostol a korintusoknak, az tesók, aki szűken vett, szűken is arat. Aki így méri másoknak a járandóságot, érted? Tehát aki sajnálja a saját családjától az ajándékot, a kedvességet, minden, az ezt fogja aratni, ilyen szűkös, beszűkült, semmilyen életet. Érted? Nem jó a szó, azt se, hogyha szétszórom a pénzt, értsétek, most nem azt éltetem, de azt, amikor valaki annyira fukar, meg annyira beszűkült, hogy jaj, én szegény vagyok, én nekem, mások kell segítsenek, én nem tudok másnak segíteni, én nem tudok ebből kimozdulni. Aki szűken vett, szűken is arat. Teljesen egyértelmű, hogyha 4 krumplit teszel a földbe, akkor utána nem kell sokkal több fészket keresél, 4 fészekbe lesznek majd krumplik, hogy nem ették meg a kukacok és más egyéb. Ha 10-et ültetsz, akkor valószínűleg több lesz. De ezt el nem árulok el titkot. Igaz? Szűken vet az ember, szűken arat. Bőven vet az ember, bőven arat. Hova fektetjük be a pénzünket, hova tesszük be? Persze, hát mindenki ezt akarja, nem? Megkeresni ezt a legjobb pénzügyi alapot, amiben belefektet, vagy pénzügyi eszközt, ugye, amiben belefektetjük a pénzünket, és munka nélkül gyarapszik, és sok pénzünk lesz. Juhú! Milyen jó lenne. Álmodj, király, lány. Csak ez nem a valóság. A népmese kategória, hogy elment a legkisebb kisfiú, és szerencsét próbált, és a fele királylányt, meg a fele vagyont, meg a mindenből a felét megkapta. Nem? Tehát ez mese. Ez mese. Az emberek ebbe hisznek. Szűken vett, szűken arat. Bőven vett, bőven arat. Isten azért fölvezeti ezt. Nézzétek csak, nem arról van szó, mint néhány helyen, akár mondjuk egy egyletbe, vagy akár gyülekezetbe, hogy kiénekeljük a sajtot,
ugye a szájából szokták mondani, ugye a La Fontaine mesére visszautalva, hogy hát kicsaljuk az emberektől minél több pénzt. Most csukd be a szemed, Isten mutat neked egy összeget. Most azért gondolkozz egy nagyobba is azért. És a nagyobb van az Istentől, most a nagyobbat add be. Vagy vedd elő a pénztárcád, és hittel nyújj bele a bal oldalon levő, melletted levőnek a pénztárcába, és adakozz annyit, amit te gondolnál, hogy ő szeretne is. Viccen kívül vannak ilyen gyülekezetek. Te érted? Nem tartom jónak, és nem tartom tisztességesnek, és nem tartom ezt jónak, hogy így ilyen érzetek, érzelmi ráhatás, minden súlykolni az emberekbe, hogy ha Istentől visszatartod a pénzt, akkor Isten így, meg ha odaadod, akkor ilyen gazdag leszel, pikpak, holnap már, Isten arany és ő, szép kis ház, az minden, mehetsz haza. Érted? Tényleg? Nem. Mit mond Pál? Azt akarom tehát, hogy ami előre, mert a szívetekben eldöntöttetek, hogy ne kényszerből legyen ez, hanem örömmel, tiszta szívvel, reménységgel, mint hogy az ember kimegy vetni. Hogy azért ültetem el, hogy remélem, hogy ki fog hajtani és teremni fog. Nem? Elültetsz egy virágot, miért ülteted el? Hát, hogy szép legyen, hogy virágozzon, hogy tele legyen virággal. Nem? Hát ez a reménység kell benne legyen az életedbe. Uram, én szeretlek téged, én bízok benned. Én belefektetek ebbe a kapcsolatba, mert ez fontos. Mert te is azt mondod, hogy ez fontos. Belefektetek a közösségbe, mert ez fontos neked. Belefektetek ebbe a misszióba, mert ez neked fontos. Mert te is ott vagy. És tudom, Uram, hogy ahol a kincsem van, ott lesz a szívem is. Ahova a pénzemet beteszem, ott azon fog járni az agyam minden nap. Minél több pénzem van valahol, annál inkább megköti a gondolkodásomat. Nem? Nem mindegy, hogy hol veszek lakást, vagy házat, vagy mit csinálok. Na, az oda köt egy időre, és leterheli az agyamat. Hú, hitel, jaj, hogy fogom visszatörleszteni, hogy fogom csinálni, jaj, ez kell, az kell, amaz kell, nem? Hol a pénzem van, hova befektettem, hát az már nem mindegy, hogy ott mi történik. Hát szeretném, hogyha az minél jobban haladna előre. Hát ilyen az ember. Miért ne abba fektessük be, ami maradandó értéket termel? Nem csak átmenetit, nem csak földit, hanem maradandó, teljeset. Ez egy nagy kérdés, igaz? Miért? Mert amikor ezt tesszük, és így vetünk, bőven vetünk, akkor mi van a szívünkbe és a fejünkbe? Ez a gondolkodásmód. Azért fogok bőven adni, mert hiszem azt, hogy Istennek mindenkor van arra hatalma, kegyelme és irántam való jóságos szeretete, hogy minden hatalmát kiárassza rám, hogy mindenkor minden szükségessel rendelkezzek. Mit jelent a szükséges? Nem az, amire vágyom feltétlenül, Uram, 3 sportkocsi, mindig is erre vágytam, meg egy nyaraló Horvátországba, na jó, legyen a Bihari hegyekbe is egy, és akkor még egy valahol Magyarországon, mondjuk, na jó, Balatonnál is egy, oké, elfogadom. Érted? Nem? És akkor megvan minden. Azt mondja, minden szükségesen, ami valóban szükséges az életedbe. Szükséges ahhoz, hogy éljél, hogy betöltsed a feladataidat és a küldetésed. Gyerekeket tudjál nevelni, minden egyebet. Sőt, azt mondja, nem csak, hogy minden szükségesen, hanem még bővölködjél is, még ezen felül, a szükségesen fölül legyen, amit tudsz azért adni, hogy másoknak segíts, és másoknak áldás legyél. Másokat megáldjál, még jó téteményre, még jó cselekedetekre is, még mások segítésére is. Érzitek ezt, mekkora a különbség, amiről beszéltem? Csóró vagyok, szegény vagyok, nincs pénzem semmire. Meg az, hogy hey, az Úr megáldott minden szükségesen, és még azzal is, hogy másokat gazdagítsak. Mert nem csak, hogy Istenhez tartozom, és Isten megáld engem, hanem áldás vagyok másoknak. És Isten tud használni mások életébe, hogy másoknak segítsek, hogy másokat megáldjak, mások fele kifejezzem azt, hogy Isten gondoskodik róla, hogy én szeretem, nekem ő fontos. Nem? Értitek, hogy miről beszélek? Tehát erről beszél a Biblia. Ez egy nagyon fontos dolog. És látja Isten, igen, a pénz egy olyan eszköz, ami a hétköznapi életünknek a része. Igen, csak ne értékeljük túl. Használjuk a helyén. És ne a pénzbe bízzál, érted? Most sok pénzem van, jaj, most szeretem az Istent. Nincs pénzem, akkor hol van az Isten?
Aztán van a másik kategória, aki meg, jaj, szükségbe vagyok, kédes Istenem, segíts meg, kérlek, könyörgök. Ez jól megy sorra, akkor meg elfelejti Isten. Ne a pénz határozza meg a hitedet, kedvesem. A hitet határozza meg a pénzügyeidet, hogy hogy állsz a pénzekhez, hogy kezeld a pénzeket. A hited adjon bölcsességet, és a hited adja azt, hogy jó helyekre fektess be. Itt elsősorban én, amikor befektetésről beszélek, inkább emberekről beszélek. A családomról, a barátomról, a gyülekezeti családomról. Én ezekről beszélek elsősorban. Érted? Ami visszatérül. Kinek lesz jó magas nyugdíja? Halleluja! Jó van, testvér! Vagy bolond, vagy nagyon hívő. Tehát majd az idő eldönti. Igen, reméljük mi is. Amen, amen. Tehát értitek? Hát mi? Hát többiek, ki ez, aki dolgozik? Hát vonják a nyugdíjjárulékot tőletek is. Elég sokat. Nem látjátok? Bruttó meg nettó, meg a különbség. Hát vonják. Nem hiszitek, hogy busás, nagy, gazdag nyugdíj vár rátok? Nem. Miért nem hiszitek el? Pedig erre sok pénzt, még sok munkát fektettek be, ha még nem is akarjátok, akkor is. Mit mond a Biblia? A Bibliában nincs feltétlenül szó a nyugdíjrendszerről. Ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjrendszer rossz, de a Bibliában nem találjuk. Ha annyira fontos lenne, akkor azért találnánk benne nyomait. Mit mond a Biblia? Amennyire lehet, próbálj meg félretenni magadnak az időskorodra is. Mit mond a Biblia? Fektess a családodba, és ahogy te ellátod a gyerekeidet, a gyerekeid majd segítenek és gondot fordítanak rád. Tételezzük föl, hogy anyagilag nincsen szükséged semmibe, megöregszel. Mégis nem esne jól, hogy a gyerekeid, az unokáid minden nap meglátogatnak, segítenek, bátorítanak, maga tehetetlen vagy esetleg, akkor nem betesznek valamit, megfürdetnek, mosdatnak, főznek neked valamit, elviszik, megünneplik a születésnapodat, együtt ünneplik veled a karácsonyt és más egyebet. Tehát értitek, hogy erről beszélek. De ennek a magjait, ezt fiatalon kell beleültetnie, tehát az életembe, hogy hogy gondolkozok a családról, és akkor megszületik a gyerekem, akkor hogy nevelem a gyerekemet. A gyerekem mit lát, hogy tisztelem apámat és anyámat? Hogy hosszú ideig élhessek azon a földön, meg abban a helyzetben, amit Isten ad? Igen, ez látja ez a minta. Mert ha ezt látja mintának, akkor hidd el, hogy ez átmegy az életébe. Ha érzi azt, hogy belefektetek, ha nem harmad, negyed, ötöd, tizedleges az életembe a gyerekem, ha nem fontos, de nem a legfontosabb, mert a legfontosabb az Úr Jézus. És a gyerekem nem előzi meg a házasságomat, tehát a feleségemmel való kapcsolatomat, mert ez is erőt ad a gyerekemnek, hogy apa szereti anyát, anya szereti apát, mind a ketten szeretik az Úr Jézus szereti őket, és így itt vannak az Úr Jézus uralma alatt mind a ketten, és figyelnek Istenre, és ha még össze is vesznek, azért Istenre mindig figyelnek, meg Isten mindig szól hozzájuk. Ez ad egy olyan biztonságot, ad egy olyan keretet, ami segít, hogy kiegyensúlyozott emberek legyenek. És ha elrontunk valamit gyerekneveléskor, ki az, aki tökéletes? Senki. Tehát érted? Akkor ki lesz az, aki tud nekünk segíteni, ha nem Isten? Aki majd ezt rendbe hozza. Tehát ezt akarom mondani, hogy pénzügyek minden szükségessel, és még azon felül még jó téteményre is. De a vetés-aratás törvényét kiterjeszthetjük szellemi dolgokra is. Galata 6, 6-tól 10-ig. Valaki megtenni, hogy felolvassa? Így van, köszönöm. Nézzétek csak, amit vet az ember, azt fogja aratni. Ez szellemi törvény. Aki testi dolgokba vet, földi dolgokba vet, mullandót, romlandót, és ilyen testi dolgokat fog aratni. És az Isten haragját. Aki viszont megnézi a dolgokat, mögé néz, okozati összefüggéseket igyekszik megérteni, mi az Istennek az akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes, akkor én ebbe akarom oda tenni az életemet, mint egy okos istentisztet, oda szánni a testemet, a földi életemet, hogy ennek a jutalma, ennek az aratása legyen majd meg az életembe. Aki a szellemnek vet, a szellemből arat majd örök életet. Aki a testének vet, testből arat majd halált, meg örök pusztulást és kárhozatot. Megint csak, hagyj hozzak két példát. Tehát sokan úgy gondolják, hogy na, a hívő ember az, aki ilyen aszkéta módon él, megtartóztató, nincsen öröm az életében, mert majd meghal, és akkor majd Isten busás, kárpótlást, gazdagságot, 40 szüzet, ja, az nem a kereszténység, akkor nem azt, tehát ugye így gondolkoznak, hogy majd ott fönt a mennybe, a paradicsomba, majd akkor ott minden. És a másik, meg a dolce vita, ugye, hogy halljuk az életet, minden, habzsoljuk ezt.
kettő között valahol kellene legyen egy középút. Isten nem egy szadista Isten. Isten azért a földet is azért teremtette, hogy az ember lakjon benne. Akkor Isten azt szeretné, hogy normálisan, normális életet tudjunk élni itt a földön. De ne itt a földön akarjunk, hogy mondjam, ne rövid távú gondolkodásunk legyen, és ne azt gondoljuk, hogy minden örömet itt kell fölhalmozni. Egyek, amennyi belém fér, mert csak az az enyém, csak az a biztos. Inkább kihányom és eszek újra, mint a pávatollas megoldások ugye az ókorba. Na hát ugye legalább élvezem az ízeket, lefele, fölfele nem biztos. Ugye? Tehát értitek, hogy azt mondja az egyik ismerősöm, hogy akkor ő hallotta ezt, hogy voltak ilyen nagy evészetek, kivászatok, hogy kihányták és újra ettek. Azt hitt, hogy a kihánytat ették újra. Ne, hát újat. Na mindegy. Szóval, bár egyébként azt is ehették volna. Tehát sok különbség a végén nem lesz. Tehát ezt akarom mondani, hogy aki így gondolkozik, hogy most itt a földi életembe szerezzek meg minden örömet és boldogságot, higgyétek el, ki fogja meríteni az életét, és rövid távon gondolkozik, és a végén egy nagyon nagy koppanás lesz. Az az ember viszont, aki hosszú távon lát, és látja azt, hogy itt a földi életem az örökké valóságnak egy pici-pici szeletké, egy pici pontja, ami fontos pont, lényeges pont, ki mondja, hogy nem az, persze, hogy az. De mégis ezért kész vagyok lemondani bizonyos dolgokról, hosszú távú dolgok miatt. Isten már itt is ad örömöt, de hiszem azt, hogy ezt fölül fogja múlni mindaz az öröm, mindaz a dicsőség, mindaz a gazdagság, amit akkor fogok megkapni, amikor színről színre ott állhatok majd az én megváltom és Uram a názareti Jézus Krisztus előtt. És a jutalomosztó király székébe ülve, megjutalmaz, és azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rá ezután, jó van, jó és hű szolgám, hű voltál a másén, rád bízom a sajátodat. Én olyan, hogy mondjam, reménykedve, olyan örömmel várom is ezt a pillanatot, hogy ez lesz. És nincs bennem rettegés, hogy majd Isten elé kell álljak, és akkor szorongok, hogy mit kezdtem azzal, amit kaptam tőle. Hát... És akkor jön majd a mentegetőzés, nem tehettem mást. De tehettél volna, mert mások, akik melletted ülnek most például a gyülekezetbe, máshogy döntöttek. Hát mindenki. Kit érdekel a mindenki? Tehénlepényen nagyon sok légy lakik jól. Számszerűen lehet, hogy többen esznek, mondjuk a legyek szempontjából, többen esznek tehénlepényt, mint finom ételt. Akkor te is egy illaszt, mert számszerűen ugye legtöbben azt teszik. Átlaghoz képest. Tehát értetek, hogy mit akarok mondani, hogy majd Isten így fogja nézni az átlagot. Ja, nem is olyan rossz, jó vagyok, akkor kettes átment. Én nem így akarok átmenni, még ha így is lehetne átmenni, hanem örömmel, megdicsülve, tehát békességgel, nem félelemmel, nem aggodalommal. Itt a föld életünk azért van, hogy Isten segítsen megtapasztalni bennünk, fogalmazni bennünk, és hogy meg is tapasztaljuk ezeket, hogy mik az értékek. Mik a valódi értékek. Van-e, hogy csalódsz valakibe? Egy párkapcsolatba, egy barátba? Isten szeretne mutatni valamit. Miért fáj? Mert valahol vágyik az ember az elfogadásra, a törődésre, a szeretetre, a biztonságra, érted, egy jó kapcsolatra. Ez minden embernek a vágya. Isten szeretné mutatni, kedvesem, nem jó helyen keresed? Keresd olyan helyen, ahol az örök, a nem múlandó, a nem romlandó van, amit a tolvaj nem tud ellopni, amit a rozsda nem emészt föl. Keresd azt! Keresd az örök értéket! Gyere Istenhez! Isten ezeket mutatja meg, elveszítünk dolgokat. Tehát nézzétek, összetöri valaki a kocsiját totál kárra, és mondjuk az egész családja kiszáll egy-két kisebb karcolással a kocsiból. Az emberek sírva, zokogva, öngyilkosságot követnek el, mert a kocsi tönkre ment, és csak a család élte túl. Igaz? Ez szokott lenni. Vagy mit mond az ember, hála Istennek, és nem, és első pillanatban nem a kocsin gondolkodik, hanem az, hogy megmenekültem. Megmenekültek a szeretteim. Miért? Mert ez az érték.
Ez a fontos. Egy kocsit le lehet cserélni, egy kocsit lehet venni egy másikat, de a gyerekemet nem tudom a halálból visszahozni. Az életemet, amit elrontottam, a kidobott éveimet, vagy az elszalasztott éveimet nem tudom visszahozni. Bár Istennek van hatalma arra, hogy segítsen ezeket jóra fordítani. Nem mindegy, hogy hogy döntünk. Mit vetünk, és hova vetünk. Hadd mondjak egy pár megtévesztést is. Van egy pár megtévesztés az emberek fejébe, ami olyan jónak tűnik, pedig nem az. Egyik megtévesztés az, hogy vetés nélkül is aradhatsz. Sokan elhiszik ezt. Nem csinálok semmit, majd egyszer csak rám szagad a szerencse. Pár kaparó sors, egy igaz, egy csomó pénzt ráköltök, kedvencem ez volt, ott vagyunk egy bevásárlóközpontban. A kisfiam játszik egy ilyen kis mini játszótéren, ott van egy másik anyuka, apuka, apuka kaparja a kaparó sorsjegyet. A harmadikat kaparja. Ha-ha, nyertem egy ezrest! A harmadik kaparó sorsjegyén, szerintem többet költött rá, de nem, jó, ha mondjuk legyen 300 forint, akkor nyert egy 100-ast most. Egyébként múlt héten meg semmit, mindegy. És akkor erre az anyuka, júj, gyere, szól a kisgyereknek, gyere, apa ügyes volt, apa nyert pénzt. De a család pénzét költi a baromságokra, és most visszacsepegtettek neki valamit, hogy a függőségébe erősítsék. Apa nagyon okos volt, ú, de okos az apa. Ú, el se lehet mondani. De nem akarom bántani az apát, mert szerintem ő észre se veszi, hogy ebbe van, mert meg van tévesztve. Elhitették vele, hogy ez a valóság, ez az igazság. Elhiszed, hogy vetés nélkül tudsz aratni? Nem tanulsz semmit, és majd Isten átenged a vizsgán? Hogy legyen egy semmilyen orvos, és semmilyen tanár, és semmilyen mérnök ember az életbe? Ne haragudjatok! Tehát érted, kinek jó ez? Hát testvér, jöttem megcsinálni a tetőt. Nem, igazából hát nem tudtam befejezni a sulit, de úgy, hogy tudtam, hogy összeszegecseltem mindent. Beházik az első esőnél. Hát nem a hála lesz az első szavam. Érted, hogy ez a, uram, de jó, áld meg ezt az embert. Hogy? De értettem, őszintén, elhisszük azt, vetés nélkül lehet aratni. Elhiszem azt, hogy jól fog működni a kapcsolatom, hogy nem fektetek bele. Elhiszem azt, hogy az Istenvel kapcsolatom csak így pikpak. Elhiszed, hogy a semmiből lesz valami, csak úgy? Mit szólnál az, ha azt mondom, hogy Isten áldása szorzó tényező? Nullával való szorzás? A nulla, Isten eszedbe szeretné juttatni. Ja, nem tanultad meg soha? Bent se voltál órán? A nulla. Érted? De ha belefektetsz, akkor hiheted azt, és bízhatsz bennem, hogy én hozzáteszem az én részemet, Isten hozzáteszi az övét. Tudjátok, a kis elefánt meg az egér mennek át a hídon, és majd megszól a kis egér, megverekedte az elefántot, de hallod elefánt, jó, megrezgettük ezt a hidat. Tehát hozzáteszi az ő részét. Mi is tegyük hozzá a mi részünket. Érted? Majd Isten majd rengeti a többit. Nem? Majd Isten megteszi a lehetetlent. Te csak tedd meg a lehetségeset. Meg amit kér. Igaz? Szegény Námán, hogy megijedt, amikor leprás lett, beteg lett, és elment Isten emberéhez. És akkor mit mond neki Elizeus, hogy na, Námán, menjél aztán 7-szer fürödj meg, 7-szer merítkezél be a Jordánba. Mi? Koszos, büdös, izé, zsidó vízbe, én, izé, Eufrátesz, Tigris, minden. És akkor mondják neki az emberek, te figyelj, te arra számítottál, hogy Isten ember majd mond valamilyen ilyen misztikus dolgot, fogja a botját háromszor, izé, kalimpál fölötted, ideüt, odaüt, mond valami varázsigét, és azt mondja, hogy tegyél valami lehetetlent, és vagy valami nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt. És akkor ezt vártad, és akkor majd meggyógyulsz, és akkor jobb lesz? Ha Isten egy ilyen pici dolgot kér tőled, ami az engedelmességet mutatja meg, akkor miért nem teszed ezt meg? És meggyőződsz arról, hogy Isten munkálkodik. Hát hallgatott a szóra, és megtette, és meggyógyult. Tehát lehet, hogy Isten ennyit kér, ezt a picit, amit kért Isten. Miért állt be az életed? Ne lehet, hogy Isten 2 hónappal ezelőtt kért tőled valamit, és tudott-e, mit kért, csak még mindig nem tetted meg. Akkor tedd meg. Isten nem fog tovább menni annál a pontnál. Érted? Ha azt mondja, hogy át kell menni a Jordánon, és utána jön az ígéret földje, akkor ha nem mész át a Jordánon, nem leszel az ígéret földjén. Ez egy megtévesztés lesz. Semmit nem fektetsz bele, nem lesz semmi. Érted? Azt gondolják az emberek, hogy ugyanazt megcsinálom 100-szor, és majd más eredményt kapok. Miért? Ugyanazt csinálod, bolond vagy, hogyha más eredményt vársz.
Változtassál rajta. Keresd Istent. És úgy próbáld meg újra. És akkor számíthatsz arra, hogy lesz benne változás. Másik megtévesztés, ami az emberek életében ott van. Az, hogy rosszat vetek, és majd jót fogok aratni. Ugye? Leélem a fiatal életemet úgy, hogy kicsapongok, bulizok, nem figyelek oda Istenre, úgy csinálok, amit akarok, és a végén majd azt gondolom, hogy majd Isten majd megjutalmaz engem, meg nagyon örömmel fog válni. Igaz? Tehát szidom a feleségemet, szidom az anyósomat, és aztán meg elvárom a jót. Hát miért nem szeret engem a feleségem? Hát miért nem élünk aktívabban nem életet? Hát miért? Hát pedig én elvárnám. Azt mondja a Biblia, szeresd feleségedet, a feleségnek azért tiszteld a férjedet. Majd én megmutatom a férjemnek, hogy nem tisztelem őt, hogy jobban szeressen. Elhiszed azt, hogy rosszat vetsz, és jót fogsz belőle aratni? Nem ezt gondolják az emberek? Ezt gondolják. Majd betartok neki, majd észreveszi. A Biblia nem ezt mondja. Ha rosszat vetsz, annak rossz gyümölcse lesz, és azt fogod learatni. Tehát ne legyél megtévesztve. Érted? Ha eljössz a gyülekezetbe, eljössz Istenhez, Istenért gyere. De figyeljetek már, tehát Isten, ilyen Isten, ilyen hézagos, hogy egyik héten van, másik héten nincs. Érted? Ennyit nem érdemel Isten, ennyi áldozatot nem tudok hozni Istenért. Hogy itt vagyok rendszeresen, hogy én egy napomból egy pici részt kiragadok, és imádkozok, és olvasom a Bibliát, hogy tudjon irányt mutatni, és beállítani a szívemet a helyes pontra, kicsit kalibrálja, hogyha így tetszik. És elhiszed azt, hogy majd Istennek ez kedves lesz. És Isten tapsikol és örül. Lapozzunk a Malakiás könyvéhez. Lassan befejezem, úgy látom, hogy ebből lesz majd egy második rész is. A Malakiás könyve 3. fejezetéből szeretnék olvasni a 6-os verstől a 12-esig. Malakiás 3, 6-tól a legutolsó ószövetségi könyv. Ezt mondja Isten, én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob, azaz a csaló fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek? Ó, hát miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek? Mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Áttok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be raktáramba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Miről van itt szó? Látjátok, hogy elhisszük azt, hogy becsaphatjuk Istent, mivel a semmilyen fölajánlással fogadkozunk Istennek, áldozatokat hozunk Istennek, pedig ezt mi Isten nem gyönyörködik az áldozatban, inkább az engedelmességet kérné tőlünk. Az engedelmességet, a hűséget, a jelenlétet, az, hogy ott legyünk abban, ahova Isten akar bennünket tenni. Ne futamodj meg, hanem amikor Isten kér egy lépést, akkor tedd meg azt a lépést. És ha te teszel egy lépést, mit mond Isten? A közeled felé, ő is hozzatér, ő még többet tesz feléd. Ott hagyta a menny dicsőségét, a dicsőségből, a szentségből, a tisztaságból, a mennyből lejött, emberré lett. Hova jöjjön még? Oda jött a keresztre, kitárta a kezét, azt mondja, fogd meg! Hova jöjjön még közelebb hozzánk? Amikor a nyomorult életünket, érted, várja, amikor a legbűnösebb pontunkban vagyunk, legalján vagyunk az életünknek, azt mondja Isten, hogy abban mutatta meg Isten a szeretetét, hogy Jézus akkor halt meg értünk, amikor bűnösök voltunk. Ilyen közel jött Isten. És mi nem akarunk hozzátérni, és nem akarunk hozzá menni. Miért? Miért? Tudjátok, mi az igazság? Az, hogy az embernek a pénztárcája tér meg utoljára. Ez az igazság. Az embernek a pénztárcája tér meg utoljára. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Uram, tiéd vagyok. Csak a pénzemet ne. Tényleg, az ne. Érted, ilyenekről beszélni. Ez a
gyülekezet ez ilyen. Az Isten ez ilyen. Jaj, nem erről beszélünk. Tehát nem arról, hogy Istennek kéne a pénz. Miről beszéltem egész végig? A vetőmagodról. A vetőmagodról. Hova vetsz, mit vetsz, és annak mi lesz az aratása, mi lesz a gyümölcse, mit fogsz tudni abból profitálni és learatni. Ebből beszélek, erről beszélek végig, hogy vessél jó dolgokat, jó helyre, jó időbe, és az egyik terem majd 30-szorosat, a másik 60-szorosat, míg a harmadik 100-szoros termést hoz az életedbe. Adjatok és adatik, jól megrakott, jól megpupozott, mértékkel. Ezt mondja Isten. Csak hogy jó, jó helyre. Itt két dologról beszél itt a Biblia, az egyik a tized, a másik pedig a felajánlás. Hadd beszéljek erről is egy pár dolgot. Tized. 100 forintnak 50 a fele. De mennyi a tizede? 10 forint. Nagyon jó. 10 forintnak mennyi a tizede? Oké, legnagyobb kétjegyű prímszám. Jó, kigyózok. Na, visszatérek ide. Tehát, akinek van füle haj, akinek nincs, az meg bocsássa meg nekem, hogy idéztem valakitől, tehát nem kellett volna, nem ide tartozik. Tehát, értitek, milyen egyszerűen ki lehet számolni a tizedet? Nem? 1000 forintnak mennyi a tizede? 100 forint. Így van. Tehát, nézd csak, mit csinál ez a gonosz Isten? Mit csinál ez a gonosz Isten? 1000 forintból minden századik forintot elkéri. Nézd oda! Milyen ez az Isten? Ráadásul azt mondja, hogy nem is kell neki, mert jövő minden. Akkor minek kéri el? Így gondolkoznak sokan. Mi a valóság? A valóság az, hogy az az 1000 forint az az isteni. Isten azt mondja, adok neked egy ezrest. Jó? Szeretnék adni neked még egy ezrest. Adsz egy 100-ast érte? Nem. Ez az enyém. Nem örültem meg. Érted? Azért, mint hogyha a kisgyerekemnek adnék pénzt, hogy na kisfiam, mit tudom én, tedd be a persejbe. Adnék neki egy ezrest, és azt mondanám neki, tudod mit, adj apának helyette egy 100-ast. Nem. Miért nem? Ilyenek az emberek. Nem veszik észre, hogy a 100% az isteni. Minden Istentől van, és féltik a pénzüket Istentől. Akkor nem Istentől kéne féltsék, hanem a szívüket kéne féltsék a pénz mámorától. Senki sem szolgálhat két úrnak. Az egyiket vagy szereti, és a másikat megveti, hogy az egyiknek engedelmeskedik, és a másiknak nem. Nem lehet egyszerre Istennek és a pénzimádatnak, a mammonnak szolgálni. Miről beszélek? Arról beszélek, kérted, hogy Isten ezt akarja, szabaduljon föl a szíved egy jó gondolkodásra. Tudom, hogy nehéz, mert anyagi világban élünk, és anyagiasak vagyunk sajnos néha. Nagyon racionálisak és földhöz ragadtak is. Tudom. Hidd el Istennek, mindenre van hatalma. Azt mondta, hogy valamire nincs pénzed, nem kizárt, hogy csak miattad Isten leárasztatja. És holnap vagy jövő héten meg tudod venni? Vagy olyan bevételi forráshoz juttat, amit nem is gondoltál volna? Isten előtt nincs akadály. Csak, legfeljebb, az, hogy veled megtörténjen, abban meg a te szíved és a szabad akaratod az akadály. Hogy az isteni vagy nem, szabad-e vagy nem, megkötözötte a pénztől, a mammontól vagy nem. Mit mond Isten? Be akartok engem csapni? Miért nem tudtok engedelmeskedni? És a tized az az engedelmességnek a kérdése. Micsoda a tized? Egy hitből fakadó engedelmesség. Az Isten hűségén alapuló, az Isten hűségét megtapasztaló bizalom. Megtapasztaltam, hogy Isten hűséges, megtapasztaltam, hogy Isten gondviselő, megtapasztaltam, hogy Isten szeret, és bízok benne, és ezért engedelmeskedem. És még ezt is oda tudom adni Istennek. Érted? Az egy tizedét. Istennek, nem másnak. Nézzünk csak meg egy pár ige verset ezzel kapcsolatban. Segítsetek nekem. Valaki Mózes első könyve, 14. fejezet, 18-astól 20-ig terjedő részét olvassa föl. 1 Mózes 14, 18-tól 20-ig. Más valaki pedig keresse ki a zsidókhoz írt levél, 7. fejezet, 1-től 3-ig terjedő szakaszát. Jó? És még egy embert kérnék, hogy majd a Lukács 16, 10-től 13-ig terjedő részt olvassa el. Kezdjük az 1 Mózes 14, 18-tól 20-ig terjedő résszel. Zsidókhoz írt levél, 7. fejezet, első 3 verse. Miért tette ezt Ábrahám? Miért adott tizedet?
Isten papjának, Melkisédetnek, zsidókhoz írt levél mondja, hogy ez Jézusnak az előkép, tehát Jézus Krisztusnak. Mert megtapasztalta az áldásait. Mert győzött, mert verejtékkel harcolt, és győzött, és Isten meg áldást kapott, békességet, érted? Isten megáldotta, és ezért az volt az első, hogy valamit szeretnék viszontadni ennek, aki így megáldott engem, így megsegített engem. Egy fárasztó harc után kenyérrel várt, vízzel várt, borral várt. Szeretnék visszaadni valamit. Erről beszéltünk, szeresd az Urat, a te Istenedet. Hogyan? Hát azért, mert előbb szeretett engem, ezért tudom őt szeretni. Sőt, ebből merítek, és ebből adok vissza. Értitek? Tizedet adott mindenből. Ez volt az alap Ábrahámnak, a hit atyának. Tehát így látta. Aztán Jézus Krisztus mondja a farizeusoknak, Máté Evangélium a 23. fejezet 23. versében, jaj, nektek képutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. A tized nem varázslás. Sokan úgy gondolkoznak, hogy na, fogok egy pénzt, odaadom Istennek tizedként, és akkor várom, hogy Isten majd ezt megszorozva tízzel visszaadja nekem. Tehát sok ilyen tévéműsor van, ami erről szól, hogy ha fizeted a tizedet, akkor Isten gazdaggá tesz téged. Ez nem varázslás, érted? Tehát azt mondja Isten, hogy ezzel nem lehet Istent lekenyerezni. Törvénytelenül összecsaltad azt a pénzt, nem fizeted meg az adót, és akkor jó fej vagy, adakozok a gyülekezetbe. Az lopott pénzből te ne adakozzál, kedvesem. Érted? Amikor Zákeushoz bement Jézus, akkor Zákeus azt mondta, itt van Jézus, mert akitől kizsaroltam bármit, a négyszeresét visszaadom. Hú, mennyi pénzt lopott ez össze? Ugye valaki, megint csak idézek azt, hogy csak az első milliót ne kérdezzék, a többiben már tud számolni. Mert már volt, mit megforgasson. Ugye? Nézzétek csak, miről beszélünk itt? Nem ez a lényeg, az Istennel való kapcsolatom, milyen a szívem, ezt mutatja meg az egész. És igen, voltak ilyen szőrszálhasogatók, hogy a legkisebb dolgból, ez ilyen kis fűszernövényekből, most köménymagból mennyit használsz egy héten, vagy egy hónapban, érted? Gondolj bele, ennek kimérics kélne a tizedét, vagy annak az árát, és odaadni Istennek. Uram, kaptam valakitől egy csomag borsot, kiszámoltam, 70 forint, én abból ennyit használtam el, oké, adok neked 5 forintot, beadom a tizedet. Nagyszerű dolog egyébként, ne csatok félre, csak nem ez lenne a lényeg. Jó dolog, ha valaki ilyen komolyan veszi ezt az egészet, de a tized nem varázslás, és nem helyettesíti az Istennek tetsző életmódot. Isten nem lehet kifizetni, lefizetni. Tudod mit, Istenem? Na, kis pénz, aztán a bűneimről ne emlékezz meg, jó? Ha segítesz, majd lesz itt több is. Ahonnan ez jött, tudod. Érted? De most ez szerintetek kedves Istennek? Örülnétek annak, hogy hát testvérek, nagyon olcsón szereztük ezt a hangfalat, meg ezt a zongorát, leesett a kamionról. Egészen olcsó, spóroltam a gyülekezetnek. Undorító, nem? Ez kedves Istennek? Csalom az adót, közben játszom azt, hogy milyen jó megy a üzletem, a bolt, meg a munka, meg a ízé előléptetés, és azért megy jól a sorom. Azt mondja Isten, nem ez a lényeg. Az igazságos ítélet, az Istennek tetsző élet. De, azt mondja Jézus, de kedves farizeus és írástudó, ezokat sem kéne elhanyagolni. A tizedfizetés is fontos és jó. Ezeket sem kell elhanyagolni. Tehát Jézus ezt mondta, hogy ez fontos. Miért? A szívedet felszabadító Isten hűségéből fakadó megtapasztalásból kialakult bizalom, az alapja az egésznek, és az erre való reflektálásunk az engedelmesség. Ez a tized. Máté 6.11-ben mondja a mi atyánkba Jézus, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mindennapi kenyér megszerzéséhez szükséges erőt, Uram, a bölcsességet, a lehetőséget, a feltételeket, a munkát, add meg, Uram. Miért? Mert nem magamnak akarom, hanem a te dicsőségedre és mások javára. Szeretném az életemet is építeni, de úgy, hogy nem önző módon, nem mások javára is. A hitből fakadó engedelmességnek pedig az ellentéte, Lukács 16:10-13-ig, valaki olvassa föl, kérem. Így van. Ezt ki lehet terjeszteni bármire.
Ó, ez csak egy albérlet, ez nem az én házam, én nem fogom ezt felújítani, én nem fogok erre vigyázni, ez nem az enyém. Akkor miért adja oda neked Isten a sajátodat? Ha annyira nem tudsz figyelni a másén. Igaz? Miért? Ha nem vagy hűséges a más embertársán, vagy aki nem a te társad lesz, hanem a másik embertársa lesz, akkor miért kapjad majd meg a sajátodat? Ha nem tudsz figyelni a szívedre és a másik emberre. Érted? Kifordult világban élünk, mert van egy-két nő, meg van egy-két férfi, aki rácuppan házas emberekre, meg olyanokra, akik párkapcsolatban élnek. És azt gondolja, hogy olyan így nagyszerű, hogy ő milyen hűséges, meg hogy szereti a családját. És azt gondolja, hogy ha majd ő elszereti a feleségétől, akkor majd hozzá hűséges lesz. Egy hűtlen ember majd hozzá hűséges lesz biztos. Aki tisztességtelenül, rossz dolgot vetve, majd ebből jót fog aratni, és majd hozzá hűséges lesz a társa. Pénzügyekről beszélek még mindig, ugye, vagy a vagyonról, meg ezekről, amik vannak. Hogyan használom ezeket? Ez az enyém. De ne jöjjön senki. Én a házamat nem nyitom meg. Én a kocsimat nem adom oda. Annyit adakozok, amit vissza is kapok. Nem vagyok bolond. Vagy kész vagyok az egész életemet odaadni Istennek, mindenem, ami vagyok és amin van, hogy Isten használja. Na, gyorsan nézzük meg a felajánlást. Tehát a tizedről beszéltem, a másik a felajánlás. Felajánlás 2 Korintus 9.7.8, valaki olvassa föl, 2 Korintus 9.7.8, és Lukács 6.38. Jó, ezt a kettőt olvassuk föl, és tenne még kérek még három embert, aki olvassa föl az Alamizsnához az 5 Mózes 15. 10-11-et, 5 Mózes 15, 10-11, Márk evangélium a 14. részt, 7-es verse, Márk 14, 7, és Abcsel 20-35, apostolok cselekedetei 20-35. Oké, tehát beszéltünk a tizedről, ami egy hitből fakadó engedelmesség, és most meg a felajánlás lesz a téma, önkéntes áldozatvállalás, amely Isten kegyelmének megtapasztalásából és az iránta való hálából fakad. Megtapasztaltam Isten kegyelmét, jóságát és a hálámat ki szeretném fejezni Isten felé. Ez egy önkéntes áldozatvállalás. 2 Korintus 9.7.8 egyszer elhangzott már ma. Ez nem a tized. A tized az az engedelmességemet mutatja meg, hogy engedelmes vagyok-e Istennek. Ezen fölül pedig az Isten kegyelmét, hogy mennyire tapasztaltam meg, hogy mennyire bízok benne, mennyire vagyok hálás, az pedig a tized fölötti felajánlások mutatják meg. Ez az például, amit valahol úgy mondanak, hogy persejpénz, vagy adomány, vagy adakozás, vagy ilyesmi. Ezek a célgyűjtések például, amikor gyűjtünk valami célra, azt mondjuk, hogy mit tudom én, elviszük Paratyinba az ottani gyülekezetnek, hogy meg tudják venni az épületet, vagy egyik testvérnek leégett a háza, gyűjtöttünk neki pénzt, újra tudja építeni, vagy valakinek meghalt egy hozzátartozó, és próbáljuk segíteni, támogatni, vagy egy alkalmi időszak van az életében, hogy nem kap munkát, és anyagi nehézségei vannak, hogy kicsit segítsük őt. Tehát ez a felajánlás, erről beszélünk. Nem kedv, tehát itt ez tényleg az, hogyha őszintén felszabadultságból jön, örömmel jön, az ember így tudja odaadni ezt az egészet, és hisz abba, hogy Isten majd megáldja, és minden jó téteményre jut neki. Még több is van, mint amire szüksége van, ezért tud adni másnak, és más életét is meggazdagítani. Tehát ő egy gazdag ember, mert másokat is gazdagít. Látjátok? És lehet, hogy nincs is sok pénze, de mégis gazdag ember. Lukács 6.38, valaki felolvasná. Ezt mondja Isten, ha így tudunk adni jó szívvel, higgyétek el, Isten nem maradt adósa senkinek. Jó megrakja, megnyomkodja, megtetézetet. Isten, ha azt mondod, hogy Uram, meghívlak egy fagyira, meghívod Istent egy fagyira, Isten azt mondja, várjál, most én is meghívlak téged két gömbre, és Isten nem így adja a fagyit, hogy... Ja! És akkor egy kis gömböt oda tesz. Megfelelő Isten így belemártja a fagyis kanalat, és... Páfrál teszi az egészet. Le se húzza! Nem. Te jó, Uram, ez a két gömb, ez négy gömb. Igen. Ő ilyen. Ez az Istenünk. Így adja a fagyit. Aztán egy speciális része a felajánlásnak az alamizsna, amikor szegényekről vagy bajba jutottakról emlékezünk meg. 5 Mózes 15, 10-11, aki még nem volt. Látjátok, miről beszél? Elsősorban
A testvérhez másodszorban, nemzetbelihez elsősorban róluk gondoskodjunk. És mit mondott Isten? Sajnos a szegény nem fogy el a földről, mindig lesz, aki elszegényedik, bebukik valamibe a bűn csábításától, vagy sajnos így örökölte, vagy egy rossz katasztrófa, vagy élethelyzet hozta ezt. Szóval legyen nyitott a szíved. Amikor Isten mondja, akkor tudj adni. Nem felelőtlenül szórd szét a pénzedet mindenkinek, mert ha testem szétszórom is, és testem tűzhalálra szánom, de az Istennek a szeretete nincs bennem, és nem az isteni szeretet motivál, semmi sem az, semmit sem ért, mondja az 1 Korintus 13-ba Pál. Igaz? Tehát miről beszélek? Nem az, hogy most mindenkinek osztogass pénzt az utcán, amikor Isten indítja arra a szívedet, hogy ott van valaki, akkor adj. Tehát, hogyha adok, akkor ez legyen segítség. Ne látszat, érted? Most dobok egy 50-est, mire jó? A lelki ismeretemet megnyugtattam. És magamat fölmagasztom, hogy én adakoztam, és én adtam. De rendkívül jó ember vagyok. Igen? Tehát ez erre jó. És valójában nem segítettem. Nézzük csak meg még két ige verset. Márk 14:7. Ez akkor történt, amikor Jézus lábát megkenték olajra, és akkor kenette, és akkor azt mondta ugye, a lopós, hogy azt mondta, de hát eladottuk volna ennyi pénzért, kicsit toll és vaj kereskedésbe jusson neki is. Tehát, de azt mondta Isten, hogy nézzétek csak, megvan a hely annak is. Isten dicsérjük, Isten imádjuk, meg megvan a hely arról is, hogy szegényekről gondoskodunk. Mind a kettő fontos, és egyik nem lehet a másik rovására. Abcsel 20:35, ez az utolsó. Azt mondja Pál, hogy ő dolgozott saját kezével, és adott az erőtleneknek, akik most gyengélkedtek, nehézségeken mentek át, fizikailag akár, vagy lelkileg, megsegítette őket. Mert az Úr Jézus mondta, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mert azt jelenti, hogy akkor van, akkor adatik, akkor újra és újra Isten megáldja, megsokszorozza a termést, és lesz bőven. És nézzétek, vannak ilyen emberek, akik szűken mérnek, mégis ínségre jutnak, és van, aki meg bőven adakozik, és segít másokat, és közben gazdagszik. És valahogy az az ember, aki mást felüdít, maga is felüdül közbe, mondja a példabeszédek könyve. Érdekes dolog, nem? Tehát vetés-aratás törvényéről beszéltem. Amit vet az ember, azt aratja. Azt aratjuk fizikailag, azt aratjuk pénzügyileg, azt aratjuk szellemileg. Legyünk bölcsek, használjuk a pénzünket úgy, hogy maradandó és valós értékeket érjünk el vele, és azokat nyerjük meg. És ez így gazdagítsunk másokat, meg akár a saját életünket is. Majd folytatjuk ezt a témát, majd beszélünk majd még a sóvárgásról, hogy az miért rossz, a pénzkezelésről, mit mond Isten, hogy tudjuk jól használni a pénzügyeinket, ez majd a következőre térek ki, az egy kicsit ilyen, úgy értve, hogy praktikusabb, hétköznapiabb lesz, mint ez. De ez nagyon-nagyon fontos volt, amit ma beszéltünk, hogy minden Istené, és én Istentől kapok mindent, és amikor ezt fölismerem, hogy Isten mennyire szeret engem, és hogy gondoskodik rólam, akkor felszabadul a szívem arra, hogy mindenem az övé legyen. Aki meghalt értem a kereszten, hogy ne adnám át neki az életemet? Jim Elliot mondta azt, hogy bolond ember az, aki amit úgyse tarthatna meg, nem adja oda azért, amit soha nem veszíthet el. Érted, amit úgyse tudok megtartani, mulandó, miért ne adnám oda azért, ami maradandó, ami örök, ami jó kezekben van, ahol soha senki nem veheti el, ahol tényleg nem férhet hozzá semmi rossz. Hát adja meg az Úr nekünk ezt a bölcsességet, áldjon meg bennünket, és bátorítalak benneteket, hogy most forduljunk hozzá imádsággal.